Nem lehet kerékpározni a Sóstúlyúton, de a hosszú hétvégén talán így majd gyorsabban el lehet jutni az állatkertbe, mint autóval. Óriási tömegre számít a rendőrség, ezért változhat a forgalmi rend. Így például több helyen is megengedett lesz a parkolás, és ha sok autó lesz, akkor egyirányú lehet a Kemecsei út a felüljárótól a Fürdő utcáig, valamint a Sóstúlyút és a Berenát utca. Most még viszonylag alacsony a forgalom itt a Sóstúlyúti felüljárón. Az ünnepek alatt és a hétvégén viszont rengeteg látogatót várnak ide Sóstóhegyre. Az autósok a felüljáró mindkét oldalán parkolhatnak majd. Egyedül arra kell figyelniük, hogy a szalagkorláthoz közel álljanak meg. Megnövekedett forgalom esetén azonban egyirányúvá is válhat majd ez az útszakasz. Kerékpárosokat is megállít a rendőrség a hosszú hétvégén. Nem csak az autósok, de a biciklisek is számíthatnak arra, hogy alkoholszondát kell megfújni. A rendőrök nem akarnak ünneprontók lenni. Azt mondták, hogy egy sört megihatnak, de többet nem. Kerékpárral is van egy olyan szint, amit még elfogadható, tehát egy nagyon minimális alkoholfogyasztás. Nyilván nem várjuk el senkitől, hogy egy pohár sört ne igyon meg, de azért ne többet. Tehát legyen alkalmas arra, legyen képes arra, hogy közlekedjen, és ugye a közlekedés az azt jelenti, hogy A pontból B pontba valamiféle szabályok betartásával közlekedik. Az autósoknál viszont nem ilyen elnézőek a rendőrök. A sofőröknél az úgynevezett zéró tolerancia van érvényben. Ez azt jelenti, hogy semmit sem ihatnak. Sőt, arra is figyelniük kell, hogy másnapra távozzon a szervezetükből az alkohol. Meglepetésként érhet egyes gépjárművezetőt a szonda eredménye, hiszen ő csak tegnap éjfélig, vagy kilencig, vagy bármeddig ivott. Viszont a szervezet ezt még nem dolgozta fel. Nagyon súlyos következményei vannak ennek az alkoholfogyasztásnak, és szerintem az ünnep ünnep legyen, és a továbbiakban is egy szép emlék legyen róla, ne pedig következmények. A rendőrök azt is elmondták, hogy a húsvéti ünnepek alatt nem csak az ittasságot, hanem minden más szabályt is ellenőriznek. Ugyanúgy büntetik, ha valaki nem köti be a biztonságjövet, vagy telefonál vezetés közben.